Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A 24. Zsoltár első versét énekeljük a mi Isten tiszteletünk kezdetén. A 24. Zsoltár első verse így kezdődik: az Úr bír az egész földdel, és minden benne élővel. A 268. dicséretet énekeljük tovább, annak az első két versét. A 268. dicséret első verse így kezdődik: dicsérjük hálaadással az egy fővalóságot. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart, igazgat mindeneket, gondoskodik rólunk, és megvált az ő szent fia, Jézus Krisztus által. Amen. Isten igéje. Ezen a vasárnapon Sámuel próféta könyvének üzenetéből adatik elébünk. Ugyan, mint az megíratott számunkra, tehát Sámuel próféta első könyvének, a negyedik részéből az első 10 vers, majd az ötödik rész válogatott versei, és míg hangzik a gyülekezet, foglaljon helyet. Tanítás szól hozzánk,
Ugyan, mint az megíratott Sámuel proféta első könyvének a 4. részében az első 10 vers, majd az 5. rész válogatott versei. Sámuel beszéde eljutott egész Izraelhez. Izrael azután hadba vonult a filiszteusok ellen, és tábort ütöttek Ében-ha-Ézer mellett, mert a filiszteusok már Afékban táboroztak. A filiszteusok csatarendbe álltak Izraellel szemben, kevés harc kezdődött, és vereséget szenvedett Izrael a filiszteusoktól, akik levágták a harcmezőn mintegy 4000 emberét. A hadi nép visszavonult a táborba, és Izrael vénei ezt mondták, miért veretett ma meg bennünket az Úr a filiszteusokkal? Hozzuk el ide Silóból az Úr szövetség ládáját, jöjjön közénk, és szabadítson meg bennünket ellenségeink kezéből. Ekkor a nép követeket küldött Silóba, és elhozták onnan a kerubokon ülő seregek urának szövetség ládáját. Éli két fia, Hofni és Fineás is ott volt az Isten szövetség ládájával. Amikor az Úr szövetségládája megérkezett a táborba, egész Izrael olyan nagy ujjongásba tört ki, hogy még a föld is megrendült bele. Meghallották a filiszteusok is a hangos ujjongást, és ezt mondták, miféle nagy ujjongás hallatszik a héberek táborából. És megtudták, hogy az Úr ládája érkezett meg a táborba. Ekkor félelem fogta el a filiszteusokat, és ezt mondták, Isten jött a táborba. Jaj nekünk, mondták, mert ilyen még nem volt sohasem. Jaj nekünk, ki ment meg bennünket ennek a hatalmas Istennek a kezéből. Ez az az Isten, aki mindenféle csapással sújtotta Egyiptomot a pusztába. Filiszteusok, legyetek erősek, legyetek férfiak, különben szolgái lesztek a hébereknek, ahogyan ők szolgáltak nektek. Legyetek férfiak, harcoljatok. Harcoltak is a filiszteusok, vereséget szenvedett Izrael. Mindenki hazafelé menekült, mert a vereség igen nagy volt. A filiszteusok pedig elfogták az Isten ládáját, és elvitték Ében-ha-Ézerből Asdódba. Fogták a filiszteusok Isten ládáját, bevitték a Dágon templomába, és oda tették Dágon mellé. Amikor az asdódiak másnap felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt. Akkor fogták Dágont, és visszatették a helyére. Amikor másnap reggel felkeltek, Dágon arccal a földön feküdt az Úr ládája előtt, és Dágon feje, meg a két kézfeje letörve a küszöbön volt, csak a dereka maradt meg. Ezért nem lépnek a Dágon papjai, és mindazok, akik a Dágon templomába járnak Asdódba, a Dágon küszöbére mind a mai napig. Ezután ránehezett az Úr keze az asdódiakra, és elpusztította őket. Megverte fekélyekkel az asdódiak határait. Amikor látták Asdód polgárai, hogy így áll a dolog, azt mondták, ne maradjon nálunk Izrael isteniének ládája, mert keze ránk nehezedett, meg Istenünkre, Dágonra. Üzenetet küldtek ezért a filiszteusok összes város fejedelmének, összegyűjtötték őket, és ezt mondták, mit tegyünk Izrael Istenének a ládájával? Azok azt felelték, át kell vinni Gádba Izrael Istenének ládáját, át is vitték oda Izrael Istenének ládáját. Amen. Áldja meg az örökkévaló Isten a tanítást a szíveinken. Áldja meg ez a történet, mint mindig, minden története a Szentírásnak tanúságos, hiszen elébünk adja azt a különleges helyzetet, amikor egy egészen furcsa, egészen rendkívüli tárgynak Izrael fiai különös
erőt és hatalmat tulajdonítottak. Elgondolkodtató a történet. Isten üzen belőle. Gyertek mindazok, akik hallottuk az ígét, álljunk az Isten elébe, és csendes szívvel keressük őt imádságban eképpen. Örökkévaló Úrunk, mindenható Istenünk, áldunk téged a te különleges valóságodért, és magasztalunk, mert mindenekben bölcs vagy. Tudod, hogy hogyan és miképpen kell a te teremtményedet, az embert tanítani, hogy miképpen kell önmagadat kijelentened, hogy megtaláljunk akár még a sorok között is, de még inkább az éges soraiban, mint élő, örök Istent. Urunk, sokszor vagyunk figyelmetlenek, sokszor vagyunk szétszórtak, engedetlenek, bocsáss meg nekünk, vétkezünk. Olykor gondolattal, szóval, cselekedettel, vagy mulasztással is. Tudjuk, hogy a bűn büntetést érdemel, de mi elébed járulunk. Azért az Úr Jézus Krisztusért, akinek valóságát, személyét kijelentetted, ugyan elrejtetted mégis az igében, de az ige testé lett, itt lakozott közöttünk, az ő áldásaiból meríthetünk, és az ő áldásai által kereshetünk téged. Itt vagyunk, Urunk, Jézusért kérjük, hogy hallgass meg bennünket, légy jelen közöttünk, áld meg a mi isteni tiszteletünket a te ígéddel és szent lelked erejével. Amen. Készüljünk az ige hirdetésére, és készülésként a 152. dicséretet énekeljük. A 152. dicséret így kezdődik. Szent Isten, noha néked, az egek ülőszéked. Isten igéjét halljátok, ami alapján bizonyságot kívánok tenni előttetek a Szentlélek segítségül hívásával. Pál apostol Kolossébeliekhez írt levelének az első részéből a 19. és 20. verseket eképpen. Tetszett az egész teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgyhogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vérével.
Így szól Isten igéje. A jeles napok, a naptári, egyház naptári ünnepek lejártak, és fehér vasárnap után elérkeztünk a közvasárnapokhoz, bár legyen dicsősége az Istennek, hogy ezeken is ünnepelhetünk, és ünnepet szentelhetünk. Legyen hálás a szívünk, hogy minden alkalom, amikor az Istennel találkozunk, egy alkalma az életünknek, ami más, mint a többi olyan idő, amit megélünk és átélünk. Így hát ezeken a vasárnapokon visszatérünk újra a heidelbergi K.T. kérdéseihez, és a 30. szól hozzánk, illetve tétetik fel nekünk, és válaszolja meg hitünk igazságát eképpen. Hisznek-e tehát az egyedül üdvözítő Jézusban azok, akik boldogságukat és üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál, vagy máshol keresik? Nem. Bár dicsekednek az egyedül üdvözítő és megváltó Jézussal, valójában megtagadják őt, mert vagy nem tökéletes megváltó Jézus, vagy azoknak, akik őt igaz hittel elfogadják, mindent ő benne kell megtalálniuk, ami az üdvösségre szükséges. Ismét elég akkurátus a kijelentés, és nem tűr semmi kétséget afelől, hogy egyedül Jézus Krisztus által van üdvösségetek, hitáltal, és ez az üdvösség az, ami mindannyiunk számára egy cél kellene, hogy legyen. És persze a cél megvalósítása közben maga az út is. Hiszen tartjuk azt, hogy minden nap egy megtérés az örökkévaló Istenhez. Minden nap reggelén egy olyan áldott találkozás, amiben hitet teszünk. Amiben azt valljuk meg, hogy számunkra ő az első, a mindenek felett való, ő, akiben hiszünk, ő, akit megvallunk, ő, akit szeretünk és imádunk. De ez nem ilyen egyértelmű. Isten szabadságot ad nekünk, keresztény szabadságot, amiről tanít a Szentírás éppen Pál apostol által, hogy vigyázzunk rá, nehogy felváltsuk, nehogy szabadossággá legyen, és eltérüljön az életünk az örökkévaló Istentől, és olyan idegen utat keressünk magunknak, ami aztán nem az üdvösségre, hanem éppen a kárhozatra visz bennünket. Nem egyszerű dolog Isten útján járni. Jézus Krisztus maga mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak is én általam. Tartsátok meg az én parancsolataimat, és aztán folytathatnám tovább Jézus Krisztus tanítását, de itt most egy pillanatra álljunk meg, és idézzük meg Izrael népének történetéből azt a részletet, amit hallottunk a Szent Leckében. Az életünk harc. Ezt ki tudja hányadszor mondom ki én is itt ezen a helyen, de mindenütt, amerre járunk és kelünk, mondjuk egymásnak, hogy vívjuk mindennapi küzdelmünket. És ez így van jól. Harcold meg a hit nemes harcát. Ez így van rendben. És míg harcolunk, nem mindegy, hogy idézőjelbe teszem, milyen eszközökkel harcolunk. Hogy mit vetünk be a harcba. Mi az, amivel ezt a harcot, és itt már mondom, hogy ki az, akivel ezt a harcot szeretnénk megnyerni. Szeretnénk győztesekké válni. Izrael népe harcos nép volt,
küzdöttek önmagukért, a létükért, a szabadságukért. És ebben a harc, ezek között a harcokban, ezek között a sokféle versengések között, sokféle próbálkozások között nagyon gyakran megbuktak. És ez az imént elhangzó szentlecke is erről ad számot. Nem az imádság volt számukra az első, és nem az, amit az Úr az igéjében kijelentett, emberi praktikákhoz folyamodtak. Úgy gondolták, hogy ha kiviszik a szövetség ládáját a harctérre, akkor ott aztán minden rendben lesz. Ott már a győzelem borítékolt, és éppen az ellenkezője történt. Tanítás szól belőle. És a tanítás arra figyelmeztet bennünket, hogy ne legyen nekünk másban reménységünk, ne legyen senki és semmi más segítségünk, mint egyedül az élő és örök Isten. Ő legyen az, akihez odafordulunk, akit keresünk, ő legyen az, akihez imádkozunk, és aki számunkra ezekben a harcokban, ha lesznek is olykor veszteségeink, mert hozzájár, de mégis győzelmet ad. Isten szabadságra hívott el bennünket. És ez a szabadság, ez felhatalmaz bennünket arra, hogy merjünk hinni benne. Merjünk Jézus Krisztusba. A döntés a kezünkben van, hogy hány olyan idegen Isten felé fordulunk, és Uram, bocsánat, még felemeljük a kezünket is. Hány olyan idegen Istent helyezünk az örökkévaló Isten elébe, aki vagy az emberi kéz csinálmánya, vagy pedig olyan téves erő és hatalom, ami messze visz bennünket a győzelemtől és az örökkévaló Istentől. Jézus Krisztusban jelentette ki magát a mi Urunk. És tetszett neki, hogy ez így legyen. Az örök íge már a kezdetekkor mindannyiunk szívére teszi, hogy mint mondtam, és ezerszer mondom is, és még ki tudja, hogy hányszor az élet nem egyszerű, lehet, hogy már ma is volt hadakozásod, ma is volt tusakodásod. Nem egyszerű az élet, de Isten ezek között ott van. Nem csak a szövetség ládájával, hanem inkább az ő szövetségével. Azzal, ami számunkra egy különös titok. A láda látható jel volt. Emberi kéz készítette el. Igaz, hogy szigorú rend szerint, szigorú szabályok meghatározták, hogy mekkora lehet, milyen anyagból készüljön, hogy nézzen ki, és aztán mit takargathat a láda fedele alatt. Mindenről számunkra ad az Isten utasítást, mindenről úgy ad tájékoztatást, úgy ad az eligazodásra, az önmagunk, ezt nem szépen mondom, de megtalálására lehetőséget, hogy az az ő kezéből, az ő szájából, az ő isteni valójából származik. Nem máshonnan. És nem is tőle távol, hanem az ő közelében és az ő isteni lényéből. Szeretjük az igét, és idézzük is, hogy Isten közelsége oly igen jó nékem, hogy az Úristenbe vetem reménységem. Lehet, hogy szép volt a szövetség ládája, ma is sokféle képet készítenek róla, rekonstruálják, megpróbálják a lehető legpontosabban lekövetni a Szentírás üzenete szerint, és ahogyan az Isten megadta akkor a paramétereit, de nem a szövetség ládája lesz számunkra az erő, hanem az az Isten, aki ezt az örök szövetséget megkötötte az övéivel, és megerősítette Jézus Krisztus egyetlen áldozata által. Mert erről szól az a szabadság, hogy én tudok-e hinni Istenben, tudok-e hinni Jézus Krisztusnak.
El tudom-e hinni, hogy számomra személyes megváltóként jött el erre a földi világra, és személy válogatás nélkül mindannyiunk felé egyként tárja a kezét. Mindannyiunk számára egy megváltó szeretne lenni, és az a csodálatos bocsátó hatalom, ami emberi világunkban, még ha akármennyire modern 21. századi időket élünk, akkor is nagy-nagy szükségünk van. Alkothatunk magunknak, sokfélét, hihetünk, jönnek, hitető körülöttünk, megszámlálhatatlan van. Sokféle dolog lehet, ami elfoglalja Isten helyét. Sok olyan személy, sok olyan kitalált vagy vélt valós dolog, de mind-mind távol az örökkévalótól. És mind-mind, ami emberi életünkben higgyük el, hogy csak gát, és olyan akadály, amit aztán lehet, hogy rögtön nem is, de ha később észreveszünk, akkor újra megadja számunkra a lehetőségét annak, hogy az örök Istenbe való hittel éljük az életünket, hogy belévessük bizodalmunkat, és ne másba. Sokszor sokféle vívódása van az emberi szívnek, hiszen Isten egészen másképpen üzen számunkra, egészen másképpen válaszol, máshogyan próbál meg bennünket vezetni azon a bizonyos egy úton, és lehet, hogy a véleményünk sem mindig egyezik vele, de higgyük el, hogy ő a legjobbat akarja nekünk. Higgyük el, hogy számunkra küldte el Jézus Krisztust, és ő általa szeretne megbékéltetni önmagával mindent, a földön és a mennyben. Más nem lehet, aki Jézus Krisztus helyére áll. Ő egyedül, aki azzal az egy áldozattal, ami lehet, hogy akkor botránkozás volt zsidóknak is, görögöknek is, akik ott álltak, de némelyeknek annak a bizonysága, hogy ő értünk jött el, hogy értünk szenvedett, hogy miattunk lett a kereszt, és Isten akarata, hogy ez a kereszt mindig ott legyen a szíveinkben, mint egy jel. Egy olyan győzedelmi jel, hogy előre indulni kell vele. És nem tehetjük meg magunknak, hogy meglankadjunk, hogy elfogjon az erőnk, hogy a hitünk megkopjon, mert ezzel a saját magunk életét, a saját személyiségünket, emberi valunkat tesszük kevesebbé. És hogyha idegenek felé fordulunk, akkor csapjuk be. És leszünk nagyon sokszor áldozataivá annak a nagyon furcsa világnak, ami körülvesz bennünket. Próbáljuk magunkat. Minden nap egy új lehetőség. Minden nap egy alkalom arra, hogy tudjunk hitvallást tenni. Hogy tudjuk kimondani, hogy Jézus Krisztus Úr az Atyaisten dicsőségére. Lehet, hogy vesznek körül bennünket különös emberek, lehet, hogy voltak, akik a maguk egyszerűségével, a maguk áldozataival különös dolgokat tudtak az emberiségért egy adott korban tenni. De mi akkor is Jézusra tekintsünk. Nézzünk Jézusra. A hit szerzőjére és bevégzőjére. És legyen számunkra mindig az ő személye, az ő valósága, az ő tanítása, az ő csodái, mindaz, ami vele kapcsolatos, az első. És mindenek felett való, mert a Heidelbergi K.T. első kérdés felelete, sokszor idézem, vagy némelykor legalábbis, hogy mi hasznunk abból? A legnagyobb ajándéka az Istennek, a legnagyobb öröksége, hogy immáron hallottuk, hogy nem jövevények vagyunk és zsellérek, hanem Jézus Krisztus által Isten gyermekei, megváltottak, akiket a nevünkön szólított, majd halljuk.
Mi vagyunk azok, akikért elküldte Jézust. Mi vagyunk azok, akiket szeretne abból a sokszor mélységből a magasságba vinni, kézen fogni és vezetni. Szeretné, hogyha az a földi sötétség, ami nagyon gyakran körülvesz bennünket, számunkra világossággá lenne. És ebben a világosságban meglátnánk Isten dicsőségét. És azt, hogy ő minden harcban győz. Szeretem a verset, hogyha néha-néha győzök, az Úr járt előttem és megelőzött. Izrael fiai nagyon sokszor rosszul jártak. Nagyon sokszor nem tudták azt a csodát, hogy kiválasztottak, hogy ők azok, akikre rábízta az örökkévaló Isten annak a lehetőségét és példáját, hogy ott legyenek az emberek előtt, és hirdessék annak az örök létét, annak az örök kegyelmét, szeretetét, aki kihozta őket erős kézzel és kinyújtott karral. Persze sokszor gondolkodom, és gondolom azt is, hogy lehet, hogy Izrael népének bukásai éppen olyan szükségesek, mint a győzelmei. Lehet, hogy Isten éppen ezért adta meg nekik a szabadságot, hogy most már a lelki Izrael is, akik mi vagyunk, mindegy, okuljunk és tanuljunk belőle, és legyen számunkra olyan nyilvánvalóvá, hogy egyedül ő az Isten. Ő az, aki a maga isteni erejével és hatalmával, azokból a helyzetekből, amiket meg kell harcolnunk, mert nem lehet harc nélkül élni, az a mi létünk része. És ezek között soha ne csüggedjünk el, hogy legyen mindig reménységünk, még akkor is, hogyha megvannak a magunk veszteségei. Hogyha magunk tapasztaljuk és átéljük a nyomorúságainkat, a fájdalmainkat, ha magunk éljük meg annak csodáját, hogy személyes keresztet adott számunkra az Isten. És együtt énekelhetjük a kedves bizonyságtévővel, hogy a keresztet te adod, adj hozzá alázatot. Nehéz az embernek meghajolni, nehéz alázatosan kimondani éppen a vereségek között, a nehéz időkbe, hogy egyedül az Úr az Isten. De akik az Istenben bíznak, ezt is meg tudják tenni. Akiknek egyedül reménységük az élő és örök Isten, ők erre is képesek. És ennél nagyobb dolog emberi világunkban, mint az Istent, akár jóban, akár rosszban, egyedüli Úrnak és Istennek vallani, kijelenteni, bizonyságot tenni az ő isteni hatalmáról és erejéről, akik képesek. Azoknak az erejük megújul. Azok szállnak, mint a sasok, azok nem lankadnak meg. Azok átélik a vereségből a tanúságot, és átélik a győzelemnek azt az ízét, amit Jézus Krisztus szerzett meg számunkra azon a bizonyos harmadik napon, amikor feltámadt, nemrég az ünnep, és ne felejtsük el, hogy miért keresnénk a holtak között az élőt, hiszen ő előttünk megy. Ő nem küld bennünket harcba úgy, hogy nem megy előttünk, vagy nincs mellettünk. Sőt, megkockáztatom, hogy még mögöttünk is ő van. Erre gondoljunk, hogyha az életünkben felkínálkoznak sokféle dolgok, hitetések, sokféle hamis tanítások, sokféle bálványok, egyik a másika után el akarják foglalni az Isten helyét. Ne engedjük. Számunkra legyen Jézus Krisztus az első és mindenek felett való. Legyen számunkra ő, aki hadba áll velünk, aki győz, és ezt a győzelmet úgy szeretné megosztani velünk, azokkal, akik itt vagyunk, és azokkal, akik e falakon kívül élnek. Adja Isten, hogy nekünk is tetszen,
hogy Jézus Krisztus értünk született meg. Értünk volt itt jelen a földi világba. Értünk halt meg. Értünk támad fel a kereszten. És így üdvösséget adott számunkra azáltal a feltámadás által, ami örök, ami teljes, ami az Istentől való, amiért legyen neki dicsősége, mind örökkön örökké. Amen. Gyertek, válaszoljunk az ige üzenetére. És válaszként a 398. dicséretnek az első versét énekeljük. A 398. dicséret első verse így kezdődik, Úr lesz a Jézus mindenütt. Imádkozzunk. Urunk, örvendünk, hogy Te itt vagy e földi világban, jelen és számunkra kijelented önmagadat. Örvendünk, hogy a mi életünkben megadott számunkra lelked erejével azt a csodát, hogy megtapasztalhatjuk győzelmedet. Urunk, lehet, hogy sokszor sokfélét gondolunk, hiszünk mi emberek, de hidd el, hogy akik keresünk téged, és akik áldott találkozásokban átéljük a veled való közösséget, szeretünk. És ez a szeretet, amit te előlegeztél meg számunkra, egy csoda ebben a földi világban. Ez tart meg bennünket. Ez tartja meg azt a szövetséget, ami az életünkben jövendőt ígér. Légy hát velünk, naponként. Ezt ígérted. És a te szövetségedet újítsd meg minden reggelen. És add, hogy a mi életünk a te szövetségedből teljesedjen ki. Sokféle helyzetet élünk át. Érezzük a magunk emberségét, törékenységünket. Érezzük, hogy mennyire kicsinyek vagyunk. Urunk, ezért is kérjük, hogy légy velünk, adj nekünk erőt. Imádkozunk azokért, akik hiányoznak közülünk. Akik talán lehet, hogy kórházi ágyakon, vagy az otthonaikban feküsznek betegen. Adj nekik erőt. Urunk, nem befolyásolni akarunk téged, hiszen te már elkészítetted a következő percet is. De elmondjuk neked, ami a szívünkben van, hogy csak az élők tudnak dicsérni téged. Adj életet, Urunk, és add, hogy az élet által dicsőíthessünk téged. Hirdethessük a te örök nevedet. Újítsd meg a te szövetségedet velünk, Urunk. Te magad lelked erejével, azáltal az Úr Jézus Krisztus által, aki nekünk örök példánk, aki nekünk adott mindent mindenekben. Urunk, sok gondolat van bennünk, sokfélét szeretnénk elmondani neked. A lélek ott van előtted, mindahányan vagyunk, most hozzuk a mi esedezésünket, fohászunkat, hálaadásunkat, hiszen amint csak van, mindent neked köszönünk meg. És hozzuk azt a legszentebbet és legáldásosabb fohászt, imádságot, amit Jézus maga tanított, hogy ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szentlélek közössége legyen, és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Helyeteket elfoglalva, hirdetem a jótékonykodásról, pedig az adakozásról el ne feledkezzetek, mert az ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten. Hívogatlak benneteket jövő vasárnap is e megszentelt hajlékba, és bíztatlak, hogy jöjjetek, keressük először Isten országát és az ő igazságát, és minden megadatik nékünk. És ahogyan látjátok és halljátok is, legyen áldott az Úr minden élőknek Istene és Atya, aki az ő népét megszaporította. Ismét előttünk van a jövendő, itt vannak azok, akiket szeretünk, akik a legfontosabbak nekünk, hiszen Isten áldásai ő mind, akik itt vannak, akik az életünknek része, és ők azzal a szándékkal, azzal az akarattal vannak most itt a szüleikkel, hogy abba a különös szövetségbe, abba a különös Isten által adott szent közösségbe avassuk, és persze jelöljük a mi kedves kicsiny testvérünket, ami az élet jele. Készüljünk hát a keresztség kiszolgáltatására, és énekeljük a 329. dicséretnek a második versét. A 329. dicséret második verse így kezdődik: nem értem még e földszínén, te értem, megszülettél. Békesség néktek, kedves testvéreim, kedves család, akik most itt vagytok. Különös szeretettel is köszöntelek titeket, békesség néktek. Jézus Krisztus is így köszöntötte az övéit. És halljátok az ígét, ahogyan rendelte a Szent Keresztséget, ahogyan leíratta ezt számunkra Máté evangéliuma 28. részében, a 18. verstől a 20. versig eképpen. Nékem adatott minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. Amen. És halljátok azt az igét is, amit erre az alkalomra választottam, a bizonyságtétel alapjául. A Zsoltárok könyve
127. részéből, a harmadik verstől válogatott részek szerint eképpen bizony, az Úr ajándéka a gyermek, az anyamék gyümölcse jutalom, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak, boldog az az ember, aki ilyenekkel tölti meg tegzét. Így szól Isten igéje. Mindig különleges alkalom, amikor a keresztség sákramentumát szolgáltatjuk ki. Mindig egy olyan lehetőség, ami a tanításra és az ismétlésre ad alkalmat, hiszen az a szövetség, amit Jézus Krisztus megajánlott nekünk, az egy csoda. Tudjuk jól, hogy mit jelent az élet, és azt is tudjuk, hogy mennyire nagy szükségünk van a csodákra. Hogy gyermekek vannak közöttünk, ez csoda. És az is, hogy ez a kicsiny fiú most itt van, hiszen az Isten akarata, hogy ő az életünk része legyen. Mindig örülök, amikor arról hallok hírt, hogy kisgyermek születik, és bevallom nektek, kedves szüleim, nagyon boldog voltam, amikor megtudtam, hogy egy kisgyerek érkezik hozzátok ismét. Tudom, hogy az életetekben sok volt a harc, és azt is tudom, hogy már itt vannak az ő testvérei, és bizony minden nap kemény küzdelem, mondhatni modern szóval logisztika, hogy minden rendbe menjen, és minden úgy történjék, ahogyan annak kell. De veletek van a mi örökkévaló Istenünk. Hiszem, hogy ott van az otthonotokban, azzal az örök szeretettel, ami az életről szól. Azzal az örök szeretettel, amivel hajdan a ti szüleitek eljegyeztet benneteket az Úrnak, hiszen ti is megvagytok keresztelve, és tudom, hogy most ezt nem kellene kimondanom, de boldog a lelkem, hogy a konfirmandusaim közé tartoztál, te kedves édesanya, mert így most egy kicsit, lehet, hogy személyes, de a jövendőt látom általad. Azt a jövendőt, amit a hittanórákon a múltban megéltünk. Azt a jövendőt, ami most ismét Isten akaratából sáfárságra ott van a karjaidban. Ez a jövendő legyen számotokra mindig egy újdonság, legyen mindig számotokra egy olyan reménység, ami az Isten kegyelméről és irgalmáról szól. Legyen mindig, minden nap egy pillanat, amikor az ige valóság, hogy ajándék a gyermek. Nagyon sokan harcolnak a jövőért, a gyermekért. Ti pedig itt vagytok egy csodálatos családban. Ez arra figyelmeztet bennünket, hogy ahol az Isten, ott szükség nincsen. Reménység szerint lehet, hogy ott van az otthonotok falán. És ez így igaz. Tudom, hogy sok a küzdés és a küszködés is. De legyen hála az Istennek, hogy ti ezen naponként felül emelkedtek. És az édesapa úgy veszi körül az ő gyermekeit, ahogyan az ő férfiúi szeretetéből ez kiteljesedhet. Most még ugyan kicsinyek, de gyorsan repül az idő. És hamar eljárnak az évek, az évtizedek, és valóban, ahogyan az írás mondja, a zsoltáros vallja meg, mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak. Okosak,
szépek, tele tudásvágyjal, tele örömre és boldogságra vágyó szívvel. Tudom, hogy ez a legfontosabb nektek, hogy az, amit megadott számotokra a Jóisten, az tovább működjék bennük. Hogy az a hit, amivel hajdan ti járultatok az Isten elé, az teljesedjék ki az ő életükbe. Ez én a kisiny legénykényén. Lássék meg, hogy ő nem akárki, az Úr Jézus Krisztus követője. Lássék meg az indulat, az a krisztusi jellem, az a krisztusi hit, amivel ő volt ott az övéivel. Rátok bízza szülők, keresztszülők, nagyszülők, egy nagy család, hogy erre megtanítsátok őt. Ahogyan már az idősebb testvér jár a hittanra. Egészen bizonyos, hogy az ő bizonysága majd ott lesz, ezelőtt a kicsiny legény előtt. És persze a másik testvér előtt is. Az, amit talán ki sem mondtok, de ott lesz a szívetekben, hogy mint szent hagyomány szeretnétek rájuk hagyni, szeretnétek rájuk bízni, amit Isten rátok, a szüleitekre bízott hajdan. A serdülő ifjak olyanok, mint a nyíl. Boldog ember az, aki ilyenekkel tölti meg a tegzét. Biztos, hogy egy fáradtságos nap után jó hazatérni az otthonotokba. És jó látni a gyermekeket, és jó tudni azt, hogy az ő életük mosolyra fakaszt benneteket. Hogy ahol kisgyermek növekszik, ott vidámság van. Hogy ott van élet, ahogyan látjuk most is. És ez az élet mindenkor arra int bennünket, hogy ne szomorkodjunk, ne legyünk tele az élet adta nehézséggel, a buktatók fájdalmával, hanem emelkedjünk fel. És menjünk azon az úton, ami az Isten útja. Erre igazgassátok ennek a kicsiny legénykének majd a lábait. Erre tanítsátok meg. És ez legyen majd hajdan, hogyha eljön az ideje. És talán már nem is csak az első sorban ül egy-egy keresztelés alkalmával, hanem egy sorral hátrább az a bizonyosság, hogy az Úr velünk van, nemzedékről nemzedékre. Ezt tanítsátok meg számára, hogy az Isten közelsége fontos a mi emberi életünkben. És boldog ember az, aki az Isten közelében él. Boldog ember az, aki azt az ajándékot, ami az élet csodája, soha nem bocsátja el magától, hanem elfogadja, megőrzi és vigyáz rá az Isten szeretetéből. Amen. Gyertek, valljuk meg hitünket, és mondjuk el az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnap feltámadta halottak közül, felment a mennyekbe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, ti azzal a szent elhatározással jöttetek, hogy ezt a kicsiny fiúcskát, ami örökkévaló Istenünk szövetségébe, a keresztségbe iktassuk be. Kérdezlek benneteket, itt az élő Isten színe előtt, akarjátok-e, hogy a kisgyermeket a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek közösségébe,
A keresztény anyaszentegyházba befogadjuk. Ha igen, felejétek hangos szóval, akarjuk. Akarjuk. Isten áldja meg a ti szent elhatározástokat, kérdezlek titeket, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy a kisgyermeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tegyen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt, ha igen, felejétek, ígérjük és fogadjuk. Isten adjon nektek testi és lelki erőt a ti fogadalmatok teljesítéséhez, és most pedig hozzátok fordulok, Isten népe, református keresztény gyülekezet, ígéritek-e, hogy ezt a kisgyermeket szeretetben, imádságban hordozzátok, és a szülőknek, a keresztszülőknek minden segítséget megadtok ahhoz, hogy őt hitben neveljék, ha igen, feleljétek, ígérjük. Ígérjük. Isten szent lelke legyen mi velünk, most pedig, kedves keresztanya, keresztszülők, vegyétek át ezt a kicsi gyermeket, ti meg gyertek közelebb, gyertek hamar. Hagyd meg a fejedet. Nimród, megkeresztellek téged az atyának, a fiúnak, és a Szentléleknek nevében. Nagyon édes vagy. És hogy visel? Igen. Meg jó is neki. Picike. Nimród, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját tereád, és adjon te néked növekedést testben, lélekben, tudásban, ismeretben, minden földi dologban és mennyei áldásban, isteni kincsben, hitben, reménységben, szeretetben, ami Urunkért, Jézus Krisztusért. Amen. És pedig vegye át az anyukám. Igen. Olyattal együtt. Igen. És mi pedig imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük neked az életet, amivel valóban megajándékoztál bennünket, a családot elsőnek is, akik igazi ajándékként tekintenek erre a kicsin gyermekre. Áld meg őt, és kísérd őt földi útján. Légy vele, menj előtte, állj mellé, és mögötte is te légy, és Urunk, add a te erődet, és a te hatalmadat, hogy tudja hirdetni a te örök nevedet, hogy tudjon majd, ha eljön az ideje, bizonyságot tenni. Legyen egy erős férfi, aki körülveszi majd a maga családját, a gyermekeit, aki majd egy kicsit azokra is tekint, akik az ő életét hajdan a te akaratodból hordozták, védték, őrizték. Légy az otthonba, ahol nevelkedik. Áld meg a szülőket, az édesanyát, az édesapát. Add, hogy az a csodálatos szeretet közösség, ami közöttük van, az soha ne fogyatkozzék meg. Áld meg az ő testvéreit. És add, hogy a testvérség legyen erős kötelék. És tudják, hogy mit jelent majd a jövőben együtt élni, együtt bizonyságot tenni, együtt haladni azon az egy úton, amire hívott bennünket az Isten. És áld meg a keresztszülőket, akik maguk is gyermeket nevelnek, akik maguk is próbálják magukat. Adj nekik erőt, hogy úgy vegyék körül ezt a kicsin gyermeket, mint a sajátjukat. Legyen a szövetség teljes. Áld meg, Urunk, a nagyszülőket, akik most olyan nagy szeretettel tekintenek az életre,
és köszönik meg neked, hogy a csodát rájuk bíztad. Adj a családnak bőséggel áldásodból, adj a testvérnek, minden kedves szeretnek, aki jelen van. Add, hogy ezen a napon idézzék fel egy-egy csendes pillanatban a veled való szövetségüket. Urunk, minden titok, ami körülöttünk feszül, minden, amiben az ember naponként próbálja magát, eléd visszük, a te szent kezedbe tesszük, azért az Úr Jézus Krisztusért, akinek nevében mindig kérhetünk, és aki számunkra ezt a különös szövetséget megadta, és oda ajándékozta, hogy éljünk vele minden időkben, és ő velünk lesz, nem hagy el bennünket. Amen. Helyeteket elfoglalva, egy nagyon fontos dolog maradt még. Kérném szépen gondnok asszonyunkat, hogy adjuk át a keresztelési levelet. Sok szeretettel fogadjátok. Legyen az életetekben sok öröm, nagy békesség, Gáborkám. Mikor legyetek nagyon, nagyon boldogok, és te is nagyon boldog légy, és teljesen természetes, hogy a tesók is, és ez a kicsiny kislány a másik nagyobbik kislánnyal növekedjetek, és teljesedjen ki az életetek. Mi pedig a záró éneket énekeljük, és a záró ének a már megkezdett 268. dicséret, annak a két utolsó verse. A 268. dicséret harmadik verse így kezdődik, e világnak történeti lesznek akaratjából. Áldás békességet, Isten velünk!